Köszöntök mindenkit egy újabb NKS sportadásban, ahol Horváth Tibor, alezredes úr, az NKS lovas szakosztályának szakosztályvezetője lesz a beszélgető partnerem. Köszöntöm, alezredes úr. Köszöntöm én is Önt. Múlt héten nemrégiben pár hete került megrendezésre egyrészt a Mesterek tornája országos díjugrató verseny, valamint november 27 és 29-e között a CSI kétcsillagos világkupa is, ami egy szintén rangos rendezvény, ahol az NKS-e részéről Mernyei Bobok Eszter és Janik Anna szerepelt kiemelkedő eredménnyel. Mit érdemes tudni ezekről a versenyről, ezekről a versenyekről első körben? Természetesen az első legfontosabb, hogy ez a különböző lovas szakosztályok és versenyek közül a díjugrató versenyekről van szó. Elsősorban mind a kettő Balatonvilágosi is, valamint a Budapesti Nemzeti Lovardában lezajlott verseny is díjugrató verseny volt. Uh-huh. Ennek beszéljünk inkább a világkupáról, mégiscsak rangosabb eseményről van szó. Hogyan történik az ilyen jellegű versenynek a lefolyása? Természetesen a Magyar Lovas Szövetség meghirdeti ezeket a versenyeket, ők szervezik. Ez világkupa, benne is van nevében. A mostani november végi versenyre is nagyon rangos és jelentős mennyiségű külföldi lovas is érkezett, díjugrató lovas. Annak ellenére, hogy milyen szintű megszorítások vannak világszerte a Covid vírus kapcsán. Jó ezt hallani, hogy akkor a verseny színvonala az megmaradt a jelenlegi helyzet ellenére is. Hogyan értékelni ezt, mint szakosztályvezető a versenyzők, a lovasok teljesítését? Mindenféleképpen pozitívan és nagyra értékelem és nagyra becsülöm azt a lehetőséget, illetve azt a teljesítményt, amit a lovasok nyújtottak. Alapvetően Janik Anna indult ezen a versenyen, és meg kell említeni, hogy itt a díjugratásban különböző magasságokat kell átugratni a lóval. A Janik Anna versenyzőnk alapvetően a 135 cm-es, illetve a 140 cm-es magasságon indult. Hát ez, ha az ember mellé áll az akadály mellé, magasságban is, meg szélességben is azért nagyon jelentős, mind fizikai, mind lovas teljesítmények értékelhető. Ha eddig nem tettem volna, akkor ezúttal is gratulálunk a szakosztály versenyzőinek. Hogyan zajlik egyébként egy ilyen versenyre való felkészülés? Én személy szerint nem vagyok annyira otthon az ilyen lovas sportokban. Erről mondjon pár szót, kérem. Mindennapos felkészülést kell végrehajtani, naponta több órás edzésekkel, mivel nem egy sporteszközzel kell ezt végrehajtani, hanem szintén egy élő lény segítségével kell együttműködve vele ezeket a teljesítményeket nyújtani. Ez azt követeli meg, hogy nap mint nap, óráról órára lehetőség szerint javítani, tanítani kell mind az állatot is, mind a lovat is, valamint az embernek is erre föl kell készülnie. Ez nagyon kemény és szigorú követelmények állnak ezzel szemben, és ezeket teljesíteni kell. Milyen versenyek vannak most itt a célkeresztben? Gondolom egy kicsit a Covid-szituáció megnehezíti ezeket a versenyeket a megrendezés szempontjából, de bízom benne, hogy van egy-két lehetőség itt a versenyzőknek a megmérettetésre. Mindenféleképpen a szerencsére a Covid vírus ilyen szempontból befolyásolja természetesen, de nem jelentős mértékben. A befolyási hatása a versenyekre az, hogy a nézőközönség soraiban nem lehetnek külsősök, tehát zárt rendezvények vannak, ezt lehet hasonlítani a mostani futballmérkőzésekhez is, hogy zárt stadionos rendezvényeket tartanak, ahol a regisztrált és akreditált versenyzők részt vesznek természetesen az edzőikkel együtt, de viszont a kísérők létszáma, illetve a nézőközönség létszáma az nagyon behatárolt. Beszéltünk ugye arról, hogy nem csak a lovasnak, hanem a lónak is fontos a kellő felkészültség. Itt az NKS-e lovas szakosztályban miként zajlik az állatok gondozása? A felkészítésük illetőleg. Ez egy nagyon komplex gondolat és kérdés ilyen szempontból. Természetesen a gondozás, a felkészítés ugyanolyan ellátásban kell részesülniük, sőt, még jobban oda kell figyelni rájuk. Most éppen téli időszak van, a takarmányozás, a különböző ellátás szempontjából gondolom sokan nem látták még, ilyenkor téli kabátot is kapnak a lovak, amikor bennállnak a boxba, és alapvetően a versenyek, illetve a felkészülési rendezvények előtt is a ló ápolást,
a megkezdését kell végrehajtani, tehát le kell ápolni a lovat, utána van az edzés időszaka, ami szintén egy jó egy-másfél óra lehetőség szerint, amit mind a különböző jármódokban, tehát lépés, ügetés, vágtában kell végrehajtani, tehát be kell melegíteni őt is, mint társunkat is, és utána kell a különböző magasságú akadályokkal kezdeni. Természetesen nem a legmagasabb akadálynak az ugratásával, hanem alacsonyabb szintről, egy méter, 1 méter 10 centiméterről, és innentől kezdve lehet felfejleszteni a lovat. A versenyek mellett milyen más jellegű tevékenységeket végeznek? Gondolok itt, hogy ön mögött látható egy nagyon szép díszegyenruha, szóval mi az, amit még végez az NKS-e lovas szakosztálya? Jelen pillanatban nem a szakosztályhoz tartozik, de van az NKS, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a huszár lóardájában egy Ludovika huszár díszakasz, aminek tulajdonképpen én voltam az alapító parancsnoka is, és ezért van nekem is ez a hagyományőr ruha, ami az 1914-es Budapesti első honvéd huszár ezrednek a öltözetét autent módon viseljük és hordjuk, és jelenünk meg különböző rendezvényeken, az egyetem szempontjából fontos, illetve nemzetközi megjelenések tekintetében is. Visszatérve a szakosztályhoz, kiknek ajánlana a jelentkezést, illetve lehet jelentkezni magába a szakosztályba? Sőt, nem hogy lehet, hanem inkább szeretnék megkérni minden olyan egyetemi hallgatót, vagy dolgozót, egyetem polgárát, aki vonzódik az állatokhoz, a lovakhoz elsősorban, hogy bátran keressen meg, és a lovas szakosztályba, hogyha mégis olyan elképzelése van, illetve elgondolása van, szeretne belépni, minden további nélkül beléphet. Természetesen nem mindenki úgy született, attól függetlenül, hogy magyar ember lóra született, de alapvető módon futószározással és onnantól kezdve a fejlődését biztosítjuk a lovasnak. Tehát kezdők is nyugodtan jelentkeznek, ezt szerettem volna ezzel elmondani. Jó ezt hallani, még a végén én is elgondolkozok rajta, hogy csatlakozok, és itt a végén egy képzett lovas válik belőlem. Alezredes úr, hálásan köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és a felkérésünket, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel várunk minden érdeklődőt. Engem nyugodtan lehet keresni bármilyen fórumon, akár Facebookon ott vagyunk, akár internetes eléréssel, illetve a e-mail címen keresztül. Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. Kedves nézők, hallhatták a Lezredes urat, tessék bátran jelentkezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, legközelebb találkozunk, további szép napot, viszontlátásra!